Jó estét kívánok! A közügyeket látják 20 óra 36 és fél perckor, tehát jóval később, mint azt megszokhatták, hiszen a Pannon Televízió élőben közvetítette a Magyar Nemzeti Tanács ülését. Ez is téma lesz ma a közügyekben. Folytatjuk az önkormányzati választások eredményeinek bemutatását. Magyar Kanizsa, Zenta és Nagy Becskerek következik a mai műsorban. Egyre kevesebbet költünk élelemre, ezzel is foglalkozunk ma a műsorban. Kezdünk! A 16. rendesülését tartotta ma a Magyar Nemzeti Tanács, a Pannon Televízió, ahogy korábban is, ma is élőben közvetítette. Az ülés után volt vendégem az MNT elnöke, Hajnal Jenő. Jó napot, vagyis jó estét kívánok. Köszönöm, hogy eljött hozzánk az ülést követően. Napi rendi pontként több az MNT-hez köthető intézmény kérdéseit, témáit tárgyalták meg. Hány intézménye van az MNT-nek és milyen jellegűek? Hát nagyon sok intézménye van, kiemelt jelentőségű társalapításban működő intézményünk és folyamatban lévő társalapítási jogokkal. A mai ülésen 15 intézménynek a tavalyi évi jelentését és pénzügyi tervét tárgyaltuk meg, fogadtuk el. Nem késő ez egy kicsit így április vége felé? Nem késő, azért nem késő, mert ezeket az anyagokat lényegében át kell adni február végén, és nekünk véleményezési jogunk van ilyenkor. Tehát ez azért volt fontos és jelentős számunkra, hiszen a végrehajtó bizottság ezeket már korábban, amikor beérkeztek, jóvá hagyta, mi a végrehajtó bizottsági döntéseket erősítettük meg. És ebből adódóan lényegében azért volt jó, és nekem azért volt fontos, hogy elhívtam az igazgatókat és az igazgatóbizottság elnökeit, vagy a médián a taggyűlési jogokat gyakorló testület elnökeit, hogy ők számoljanak be ezekről a témákról, és hogy lehetőséget adjunk erről a beszélgetésre. Aki nézte az élő közvetítést, az láthatta, hogy eléggé részletes jelentéseket hallhattunk az egyes intézményekről, a vezetőktől. Hogyha ezt most össze kellene foglalni, akkor ön hogyan látja, milyen kondícióban, milyen állapotban vannak a magyar intézmények anyagi szempontból és programok szempontjából? Hát aki látta és hallotta, én azt hiszem, hogy az elmondhatta, hogy minden gond probléma ellenére valamennyi intézményünk fejlődőképes, ambícióval teli, szinte nem volt olyan intézmény, amely valamilyen újításba, vásárlásba ne kezdett volna. Nagyon sok olyan jó dolog hangzott el a könyvtárakban, hogy új könyvek, számítógépek érkeztek. Ugyanakkor a kultúrán belül látjuk, hogy milyen szertágazó tevékenységet látnak el a közintézményeink. És hát az Európa Kollégium megnyitásával kapcsolatos első ilyen beszámoló pedig hát arról szólt, ugye, hogy 5 hónap alatt mi minden történhetett, és hát ez maga a csoda, én azt hiszem. A médiánál nyilvánvaló, hogy a legizgalmasabb területhez érkeztünk, hiszen épp a választási kampány is véget ért, és hát sok olyan kritika és pozitív vélemény fogalmazódott meg, amelyek esetében is nem véletlenül az igazgatókat és a taggyűlési jogokat gyakorló testület elnökeit hívtam el, hiszen ha kellett, akkor közvetlen válaszokat lehetett adni. De az, ami elhangzott, tehát akár a magyar szóval kapcsolatban, tehát az a rehabilitáció abból a hatalmas veszteség tömegből, hogy ma egy pozitív mérleggel zárja az évet a legfontosabb napilapunk, vagy a heti lapnál, amit ugyancsak ezt tapasztaltunk, hogy elmaradt források egyebek ellenére is pozitív mérleget tudtak felmutatni. A Pannon RTV-t működtető Pannoni Alapítvány igazgatója Bodzsony István is arról számolt be, hogy hosszú évek után most jutott el arra szintre médiaházunk, amikor a fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni. Felszólalásában arról is beszélt, hogy egyrészt programok tekintetében milyen fejlődést sikerült elérni, másrészt pedig, hogy hogyan tudjuk a műsor szórási területet bővíteni. Nézzük ezt most meg együtt. Jelentősen bővült a sugárzási területünk a televíziónak és a rádiónak egyaránt. A televízió műsorunk újabb kábelrendszerekbe jutott el,
megerősítettük az IPTV technológián keresztül a sugárzást, így teljes Vajdaság egész területén fogható a Pannon TV műsorra. A Pannon TV föld felszíni sugárzása eddig a Jóekko TV-vel közösen ment egy megosztott műsoridőben, és nem a napokban kaptuk meg az engedélyt a köztársasági média hatóságtól, hogy leváljunk erről a rendszerről, és a napokban, ha minden igaz, szerintem a következő egy hétben, 10 napban megindul a Pannonnak a 24 órás földfelszíni sugárzás, ami jelentős sugárzási terület bővítéssel is jár, és ennek köszönhetően megjelenünk Nyugat-Bácskában, ahol eddig nem nagyon voltunk, tehát Zombor is környéke. Egyre több helyen látható tehát a Pannon RTV műsora, ezt ön miért tartja fontosnak? Hát azt hiszem, hogy ennél fontosabb nincs ebben a pillanatban. Láttuk, hogy mennyire jelentős volt épp most itt a választásokra visszatér, hogy az ember a legfrissebb híreket, eredményeket meg tudja meglássa, és azt hiszem, hogy ez egy fontos mérce volt, tehát ennek a fölmérése, hogy miből tájékozódtak az emberek, milyen tájékoztatási eszközökből, melyik volt az a média, amely legközelebb, legközvetlenebbül tudott tájékoztatni bennünket, és én azt hiszem, hogy Bozsony igazgatóra, amikor beszámolt, akkor megnyugvással vettük tudomásul, hogy éppen ez a médiaház tett leginkább eleget ezeknek az elvárásoknak. És hát ami nagyon fontos volt, tavaly nagyon komoly vita folyt, és hát véremenő harc a Szabadkai Rádió körül, és hát a Szabadkai Magyar Rádió szól, nagyon sokan hallgatják. Most már azt szeretnénk, hogy minél jobban kiterjedjen a határ, aki kinda felé haladva is megszólal-e még. És hát egyszer csak kinövi magát a rádió, és már a Szabadkai ott a jelzője, de ez már nem Szabadkai Magyar Rádióval több annál, olyan feladatokat, olyan területeket ölel föl naponta, Óbecsétől kezdve Törökbecsén át, a Bánság legtávolabbi kis közösségéből is ott vannak a hírek, hogy akár a Pannon televízióban készült anyagok is ott meghallhatók. Tehát olyan hihetetlen, és számomra tényleg csak a legjobb érzést kiváltó alakulások, változások történnek ebben a pillanatban is. Most nem arra, hogy politikailag mit, hogyan akar ez a média megszólaltatni, hanem az, hogy mennyire akarja ezt a közösséget szolgálni és segíteni. Zsoldos Ferenc a Magyar Összefogás, Magyar Mozgalomhoz köthető tagja néhány olyan kérdést vetett fel, melynek a megoldása az MNT-re vár, még mindig ugye a Pannoni Alapítványnál, a Pannon RTV-nél tartunk. Nézzük meg a részletet ebből a felszólalásból. A Pannon esetében azért vannak olyan jogi kérdések, amelyeket mindenféleképp rendezni kell. Ezek a jogi kérdések elsősorban a Magyar Nemzeti Tanácsnak az asztalán hevernek, tehát neki kell rendezni ezeket a jogi kérdéseket. Tehát egyrészt a Pannon igazgató bizottságának a mandátuma decemberben lejárt. Másrészt az igazgatónak egy-két hónapon belül, én pontosan nem tudom mikor, le fog járni szintén a mandátuma. A holnapi igazgató bizottságon terve van véve egyébként, hogy kiírják az igazgató választásra pályázatot. A gond ezzel az, hogy a már lejárt mandátumú igazgató bizottság nem írhatja ki ezt a pályázatot. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy igazából a Pannon alapítványnak az alapító kirata az módosítás alatt áll, és ez is már legalább lassan már egy éves történet, és ez sem jutott nyugvó pontra, tehát ezt is már rendezni kellene. Tehát itt volt az alapítók, az igazgatóbizottság, az igazgató és a Magyar Nemzeti Tanács között egyfajta közvetítés, de hát végül is azt, amit az igazgatóbizottság javasolt, azt a Magyar Nemzeti Tanács bizonyos tétel kapcsán visszautasította. Tehát itt per pillanat mindenféleképp az MNT-nél pattog a labda, tehát ezt a kérdést szintén rendezni kell.
Zsoldos Ferenc úgy fogalmazott, hogy az MNT-nél pattog a labda, mikor holdják meg a felvázolt kérdéseket? Sok helyen pattog a labda, az MNT-nek a feladata, tudjuk, hogy micsoda, és az MNT azt a feladatát el fogja látni nagyon rövid időn belül, és mindent meg fog tenni azért, hogy zavartalanul működjön mind a Pannonia Alapítvány, mind a Pannon Rádió, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió is. Lépjünk tovább, oktatási kérdések. Most a középiskolai hálózatról volt szó. Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke ismertette, hogy a magyar jelleg, tehát magyar oktatást is folytató intézményekben hány hely várja majd a leendő középiskolásokat. Nézzük most ezt az összegzést. Vajdaság területén 37 szakközépiskolában, illetve gimnáziumban több mint 120 szakon folyik magyar nyelvi oktatás. A 2016-17-es tanévben induló szakközépiskolai és gimnáziumi szakokon magyar nyelven 2271 hely lett tervezve. Ebből 1711 négy éves képzésben, illetve 563 éves képzésen. Ebben a tanévben előreláthatólag 1681 magyar nyolcadikos fog kísérettségit írni, magyar nyolcadikos gyermek fog kísérettségit írni. Ha ezt az adatot összehasonlítjuk az előzőekben említett középiskolai helyek létszámával, látható, hogy bőven van hely a középiskolákban a magyar fiatalok számára, és elmondhatjuk, hogy szinte minden nyolcadikos négy éves középiskolában tanulhat tovább. A minisztérium határozata értelmében a szakközépiskolák és a gimnáziumok a 2016-17-es tanévben nem nyithatnak több helyet az első osztályosok számára, mint amennyivel az idei évben rendelkeznek. Az azt jelenti, hogy ha az intézmény új szakot kíván megnyitni, az csak is egy másik szak helyet hirdetheti meg. A 3 és a 4 éves szakokon lévő helyek aránya meg kell, hogy feleljen a jelenlegi helyek arányával. Ezáltal biztosítható az oktatási intézmény versenyképessége, anélkül, hogy változna a szeptemberben megnyíló helyek száma. A felszólalás folytatásában elhangzott, hogy több gond is fölmerült. A minisztérium nem mindent fogadott el olyan formában, ahogyan azt kérték az intézmények, illetve az igazság, hogy a minisztérium alapelveket fogalmazott meg, hogy nem lehet több osztályt, mint amennyi tavaly volt, nem lehet a harmadik és a negyedik évfolyam kárára más osztályokat nyitni, és ott, ahol az iskolák ezeket nem vették tekintetbe, figyelembe, ott merültek fel ezek a problémák. Mi az iskolák érvelését néhány esetben teljesen indokoltnak tartottuk, és ezért állunk ki mellettük, és megpróbáljuk, hiszen a pozitív diszkrimináció a kisebbségi oktatás szempontjából nagyon fontos és jelentős nekünk. Hát például egyebek között a Zentai Gimnázium története, ahol tavaly csak egy szerb osztály nyílt meg, és három magyar osztály volt most. Ugye két szerb osztály és három magyar osztály megnyitását kérik, egy osztállyal több van. Tehát nyilvánvalóan, hogy mi mind a két nyelven folyó oktatás mellett ki kell, hogy álljunk, és követeljük a két szerb tannyelvű osztály megnyitását és a három magyar nyelvűt is. Annak ellenére, hogy tavaly a körülmények láttuk, hogy mit adtak, és hát az is kiderül, hiszen hallottuk az adatokból, hogy 1601 néhány általános iskolás, végzős általános iskolásunk van, akik föltételezhetően középiskolába iratkoznak, ugyanakkor több mint 2200 hely van harmadik és negyedik éven. Ebből az 1608-osból várhatóan hányan folytatják majd itthon tanulmányaikat? Ők az érettségén részt vesznek, tehát az a fölvételin, tehát az azt jelenti, hogy valószínűleg, hogy ők valamennyien tovább akarnak tanulni, de ennek ellenére az azt jelenti, hogy valamennyien akár négy éves középiskolába iratkozhatnak, szakiskolába, tehát óriási nagy a lehetőség. Itt, amit mi az iskolák kérelmében szem előtt tartottunk, a magyar oktatás hálózat védelmében próbáltunk tenni. Sajnos nagy valószínűség, hogy ezek az osztályok nem tudnak mind megtelni, hiszen nincs annyi általános iskolás gyerek. Ennek ellenére a hálózat az mindig arról szól, hogy egy hosszú távban gondolkodunk, és mindig
az a remény, hogy majd eljön az az idő. Ez az idő ebben a pillanatban nem nekünk dolgozik, de a mi feladatunk az, hogy a hálót megőrizzük, a hálózatot éppen annak azért. Annak reményében, hogy később, ha valami megszűnt, aztán már sokkal nehezebb újraindítani. Az általános iskolai hálózatról most nem tárgyaltak, azonban ahogy kezdődik az iratkozási időszak az általános iskolákba, rossz hírek is érkeznek, nyilvánvalóan jó hírek is adódnak, de én most egy negatív hírt emelnék ki, hogy Zombor város területén egyetlen egy magyar elsős diák sem várható. Én a véletlen úgy adódott, hogy Bárzsula falai vagyok, de ugyanakkor Zomborba jártam, és a 60-as évek végén 2-30 fős általános iskola volt a testvériség egység általános iskolában, tehát azt hiszem, hogy ez a helyzet is arról árulkodik, hogy nekünk az egy tanulóért is osztályt kell nyitni. Nemrég jártunk Délbánságban, Ürményházán, ahol egy 6. osztályos kislány van, és a teljes tantestület ott áll mögötte. Nekünk ezt is támogatni kell. Tehát most egy pillanatig sem lehet belenyugodni ebbe a helyzetbe. Kampányolnak már most is a magyar osztályok, illetve elsősök beiratása mellett? Természetesen, hát az idei évben már jóval korábban elkezdtük, tehát mind már a tavalyi év végén elkezdődött a kampány, most is folyamatban van már, már a harmadik kört próbáljuk, most épp a héten újabb a Vackor programba tartozó magyar iskolába iratkozom programot próbáljuk eljuttatni a szülőknek, próbáljuk meggyőzni őket, hogy magyar osztályba írassák gyermeküket. A legreménytelenebb helyzetekben is úgy látszik, hogy mindig van egy reménysugár, és nekünk ezt a reménysugárt kell megtalálni. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Folytatjuk az önkormányzati választási eredmények bemutatását. A folytatásban Magyar Kanizsa, Zenta, majd Nagybecskerek következik. Nézzük akkor tehát elsőként Magyar Kanizsát, ahol nagyjából a várakozásoknak megfelelő eredményeket hozott a vasárnapi önkormányzati voksolás. A legtöbb, szám szerint 12 mandátumot a Vajdasági Magyar Szövetség szerezte meg, kétszer annyit, mint a másodikként befutó lista. A 29 tagú Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestületben az előző mandátumban a VMS-nek 16 képviselője volt. A vasárnapi önkormányzati választáson a Vajdasági Magyar Szövetség listája 12 helyet szerzett. Ezzel az eredménnyel igaz, hogy nyertünk, azonban Magyar Kanizsa szintjén is koalíciós tárgyalásokba kell majd, hogy részt vegyünk, hiszen a 12 mandátum nem elég ahhoz, hogy egyedül alakítsuk ki az önkormányzati vezetést, hiszen Magyar Kanizsán a 29 jelöltből legalább 15 kellene ehhez. Ebből adódóan biztos vagyok benne, hogy ugyebár rajtunk kívül még 4 párt vagy civil szervezet jutott be az önkormányzati választásokon a képviselőtestületbe. Ebből adódóan biztos vagyok benne, hogy a koalíciós egyeztetések és az együttműködési egyeztetések még csak most kezdődnek el. Én úgy látom, hogy a májusi hónap az erre lesz számba, tehát a májusi hónap folyamán, miután lemennek a májusi ünnepek, elkezdődnek majd ezek az egyeztetések. Én bízom abba, hogy a lehető legjobb kombinációt, a lehető legjobb fölállást tudjuk biztosítani az önkormányzat számára, hogy mégis Magyar Kanizsa község legalább azon a fejlesztési úton tovább tudjon menni, amit mi előre vetítettünk az elkövetkező 4 éves periódusra. Az ellenzéki Ukrok polgári csoportnak az eddigi 3 helyett a jövőben 6 képviselője lesz. Ennek ellenére Tandori Zoltán listavezető nem egészen elégedett a választások végkifejletével. Megdupláztuk a képviselőink számát. Ez azt jelenti, hogy igenis van értelme annak, amit csináltunk eddig is, és a jövőben még sokkal nagyobb erővel fogunk harcolni a polgáraink képviseletéért. Úgy gondoljuk, hogy a községünkben nem jól működnek a dolgok, ezen sürgősen változtatnunk el. Mi azt szeretjük volna, hogyha a pártdiktatúra helyett valódi polgári érdekképviselet alakul a községünkben, de sajnos ez nem így történt. Az Ukrok a továbbiakban is ellenzéki szerepre készül. Úgy gondoljuk, hogy a következő 4 évben is ellenzékből fogunk politizálni,
viszont itt is változások történtek, mivel most egy nagyon erős ellenzék fog kialakulni a községben, ami azt jelenti, hogy akár 12 képviselő tud majd ellenzékből küzdeni a polgárok érdekeiért, szemben a 17 hatalmi képviselővel. A harmadik befutó lista a Magyar Mozgalomé volt. A listavezető Halász Mónika elégedett az elért eredményekkel, hiszen a mozgalom 5 képviselői helyhez jutott. Mi elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel maximálisan. Igen, rövid időnk volt a kampányra. Mondhatom azt is, hogy egy kicsit elnyomottak voltunk ebben a kampányban. Nem sikerült, amit sajnálunk, hogy nem sikerült a programunkat közel hozni a lakosokhoz. Nem tudtuk esetleg bemutatni, megmozdítani azokat a lakosokat, akik ezúttal sem mentek kiszavazni, ezt nagyon sajnáljuk. És hisszük, hogy egészen más eredmény születhetett volna abban az esetben, hogyha egy tisztességes játszma folyt volna ezeken a választásokon. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok olyan tevékenység zajlott a háttérben, ami talán nem a fair play szabályainak felelt meg. Viszont mi így is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy terveinket megvalósítsuk. Természetesen mindenkivel készen állunk együttműködni, akivel úgy gondoljuk, hogy az elveinket meg tudjuk őrizni, és maximálisan a végsőkig ki tudunk tartani azokban az elvekben, azokban az elképzelésekben, amik miatt a közel 2000 szavazatot meg is kaptuk. A 4 évvel ezelőtti választásokon a Szerb Haladó Párt be sem jutott a Magyar-Kanizsai Községi Képviselőtestületbe, most viszont 5 képviselői helyet szerzett, ami megfelel a párt helyi vezetői várakozásának. Ovih 5 poslaničkih mesta koje smo osvojili nas ujedno i obavezuje da nastavimo sa radom koji smo iskazali u predizbornim aktivnostima, to je i obaveza prema svim onim našim sugrađanima koji su nam ukazali poverenje i sa svojim glasom a nas doveli u poziciju da trenutno imamo 5 odborničkih mesta. Egyelőre haladó pártiak sem kezdeményeztek koalíciós tárgyalásokat senkivel. Još uvek sa nikim nismo obavili bilo kakve pregovore. To će se odraditi posle zajedničkih sastanaka koje ćemo mi održati u okviru naše stranke i samim tim sa tih sastanaka ćemo se odrediti u kom pravcu želi Srpska napredna stranka da ide. A Vajdasági Párt a legfiatalabb politikai opció a Magyar-Kanizsai községben. Koalíciós listája, a Vajdasági Tolerancia 1 képviselői helyhez jutott a községi vezetésben. Ezt Harmat Miklós listavezető tölti majd be. Az elsődleges célunkat elértük, hogy a Magyar-Kanizsai Községi Képviselőtestület tagjai lettünk. Igazság szerint február közepén alakult meg a pártunk Magyar-Kanizsai Község területén. Első eredménynek ezzel meg vagyunk elégedve, természetesen lehetett volna a jobb is, amennyiben a község polgárai nagyobb százalék arányban az urnák elé járultak volna. Hol kapott legnagyobb támogatást a lista? Magyar-Kanizsa, mint város területén, és tehát Völgyes és Orom településeken kaptunk. Kialakult-e már valami a folytatást, illetően lehet-e valakikkel együttműködni az önkormányzat szintjén, vagy megy tovább a saját útján a Vajdasági Párt és a Vajdasági Tolerancia? Elsődlegesen azokat a célokat szeretnénk továbbra is szemünk előtt tartani, amiket a választási kampányban is elmondtunk. Ha ebbe partnerekre találunk, természetesen együtt fogunk bárkivel működni. Több mint valószínű, hogy ellenzékből fogunk politizálni községi szinten. A pártképviselők meglátása szerint a május a koalíciós egyeztetésekkel telik majd, de júniusban már mindenképpen megalakulhat Magyar-Kanizsa község új összetételű községi képviselőtestülete. Nézzük, mi a helyzet Zentán. Ott ismét a Vajdasági Magyar Szövetség szerezte a legtöbb szavazatot a helyhatósági választásokon. Új listák képviselői is bejutottak a képviselőtestületbe. Zentán a helyhatósági választásokon 6 lista közül választhatott a lakosság. A legtöbb szavazatot a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István elnevezésű lista kapta, amely 11 mandátumot szerzett a községi képviselőtestületben.
Ez egyel kevesebb, mint amennyit a 4 évvel ezelőtti választásokon szerzett a VMS, akkor ugyanis 12 mandátuma lett a testületben. A 2012-es voksolások utáni átigazolásoknak is köszönhetően végül a Vajdasági Magyar Szövetségnek 17 képviselője lett a KKT-ben. A Vajdasági Magyar Szövetség a 29 tagú képviselőtestületben 11 taggal fog rendelkezni, egy mandátumot kaptunk, utána 3 párt következik, a Szerb Haladó Párt, a Demokrata Párt és a Magyar Mozgalom, VMDK párt, akik tulajdonképpen 5-5 mandátummal rendelkeznek, és utána a Rátszavó Fémjelezte párt, ami 3 mandátummal jelentkezik. Ezek a végleges adatok, és hát ennek alapján tükrében mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a tényszerű politizálás győzött, tehát az elért eredményeket azért értékelték a polgárok, és továbbra is a Vajdaság Magyar Szövetség marad a legerősebb párt az entei községben. Milyen kombinációkat tart elképzelhetőnek? Nyilván korai még a kérdés, hiszen nem kezdődtek meg a tárgyalások, de most már megvannak a végleges eredmények. Hát tulajdonképpen azt lehet az eredmények alapján mondani, hogy a Vajdaság Magyar Szövetség megkerülhetetlen tényező az entei községbe, tehát mindenki elkép a hatalomba lesz, a többi ez mindenféle kombináció még lehetséges. A Szerb Haladó Párt, valamint a Magyar Mozgalom VMDK koalíciónak eddig egyetlen képviselője sem volt a községi képviselőtestületben. Mostantól viszont mindkettőnek 5-5 mandátuma lesz majd. Nem törtük át a falat, tehát nem volt úgymond megrengető a Magyar Mozgalomnak az entai jelenléte, de én úgy érzem, hogy szép eredményt értünk el. Tehát ahhoz képest, hogy 8 hónapja építkeztünk a semmiből, az 5 mandátum én úgy látom, hogy szép. És hát aminek külön örülök, tehát ilyenkor azt szokták mondani, hogy köszönjük meg hasonló, én annak örülök, hogy azért már majd 1400 ember zenten úgy gondolja, hogy azokat az értékeket kellene követnünk, amelyeket mi megjelenítettünk. Úgyhogy ilyen szempontból a munkát folytatjuk, tehát az, hogy milyen formában és hogyan, ez elsősorban majd helyi szinten dől el, a helyi mozgalomnak a tagsága, hogy ők melyik utat akarják járni, hogy úgymond kormányon vagy ellenzéken, természetesen ez még nyitott lap és nyitott könyv, de ami körvonalazódik zentán is, az elsősorban inkább ez a VMS haladó koalíció, ami azért mondjuk azt, hogy számunkra azért talán haladó szempontjából kevésbé elfogadható. A legnagyobb visszaesést zentán a Demokrata Párt produkálta, amelynek eddig a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal alkotott koalíciójának 10 képviselői helye volt a községi képviselőtestületben. Most viszont a tetteinkkel bizonyítottunk, Zsíros Jankelics Anikó Demokrata Párt elnevezésű listának csupán 5 mandátuma lesz. A Demokrata Párt zentai helyi szervezete a választásokra készülődve körülbelül 5, illetve tehát 5-től 7 mandátumig várt ezen a helyhatósági választásokon, tehát az elvárásaink szerint is igazolódtak ugye a számadatok. Azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ennyire nehéz körülmények között még nem szerveztünk kampányt, mint ahogyan ez most volt, úgyhogy ahhoz viszonyítva ez az eredmény tűrhető, elfogadható, mondhatjuk úgy is, hogy jó is. Az elkövetkező időszakban úgy gondoljuk, hogy tudunk hatalmi koalícióban is tevékenykedni, de hogyha úgy alakulnak a dolgok, hogy opozícióból kell politizálnunk, ezt is természetesen felelősségteljesen felvállaljuk, és ebben az összetételben leszünk egy nagyon komoly, konstruktív és kemény opozíció. 3 képviselővel lesz jelen a községi képviselőtestületben a Magyar Polgári Szövetség elnöke által vezetett Zenta, a zentaiaké Rátszabó László elnevezésű lista. Az MPS 4 évvel ezelőtt szintén 3 képviselőt juttatott be a testületbe, akik közül 2 később átigazoltak a Vajdasági Magyar Szövetségbe, így a pártnak mindössze 1 mandátuma maradt a KKT-ben. A 6. lista, amely a Szerb Szocialista Párt Ivica Dacic nével indult a választásokon, nem jutott be a községi képviselőtestületbe, ugyanis a jelöltjeire leadott szavazatok száma nem érte el az 5%-os küszöböt. A
A 67 tagú nagybecskereki városi képviselőtestületben a haladók szereztek többséget, méghozzá abszolút többséget. A demokraták bejutása egy hajszálon múlott, gyengén szerepelt a Liga is. A szocialisták és a VMS maradtak a korábbi szinten, 9 illetve 2 mandátummal, a radikálisoknak és az Elég volt mozgalomnak pedig egyaránt 5 képviselője lesz Nagybecskereken. Így ünnepelték választási győzelmüket a nagybecskereki haladók. A pártnak a 67 tagú városi képviselőtestületben 35 képviselője lesz. Jelentős beruházási tervük a Belgrád-Nagybecskerek autóút kiépítése, szennyvízelvezető rendszer létesítése a falvakban, valamint szív- és érrendszeri központ létrehozása a nagybecskereki kórházban. A legfontosabb feladatnak a foglalkoztatás növelését tartják. Mi imamo već negde potpisan ugovor za oko 2000 novih radnih mesta. Sa premijerom smo završili razgovore, tako da ćemo imati još jednu veliku investiciju gde će doći takođe 2000 ljudi. Tako da mi očekujemo da prepolovimo broj nezaposlenih u Zrenjaninu, koji sad iznosi 8747, i to ćemo vrlo brzo već u roku godine i po uraditi. Takođe, ono što jeste naš veliki cilj, idemo u susret građanima, omogućujemo ljudima da što lakše i što bolje podnose svakodnevne probleme, širom otvorena vrata svih naših institucija i organizacija, gde će građani bez čekanja na red razrešavati sve svoje probleme, jer najveća stvar i najveći zadatak i cilj svake lokalne samouprave jeste da rešava probleme svojih građana, a mi to radimo. A VMS Nagybecskereki városi szervezete elégedett az önkormányzati választások eredményével. 1818 szavazatot kaptak, 150-nel kevesebbet, mint 2012-ben. Tekintettel arra, hogy a 4 év alatt mennyien kimentek külföldre, hát majdnem elértük ugyanazt az eredményt. Lebontva falvakra, ugye az úgy néz ki, hogy Szent Mihály is megtartotta pontosan ugyanazt a szavazatát, Lukács falva is, Erzsébetlak, sőt valamennyivel többet kapott, mint 4 évvel ezelőtt, és amire külön büszkék vagyunk az az, hogy Muzsán, a Város-Magyar Szövetség kapott a legtöbb szavazatot. Ugyanazzal a szavazatszámmal, mint ezelőtt 4 éve, de ugye azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a részvétel valamennyivel alacsonyabb volt. Az valószínű azért, mert az emberek elégedetlenek, és akkor nem mentek ki az urnák elé. Mi Nagybecskereken, tehát eddig is 2 tanácsnokunk volt, és ezután is megmaradt a 2 tanácsnoki helyünk, és célunk az, hogy mint eddig is, továbbra is részesei maradjunk a hatalmi koalíciónak, hisz úgy képzeljük el, hogy csak így tudjuk képviselni itten Szorványban a magyar közösség érdekeit. Nagybecskereken meglepetést okozott a Sasa Radulovics nevével fémjelzett Elég volt mozgalom, amelynek 5 képviselői helye lesz a városi képviselőtestületben. Egyre többen keresik fel irodájukat. Ono što su nas optuživali da smo amateri i da smo obični građani koji su se okupili oko jednog cilja, a to je da se uvede transparentnost i da konačno, znači, pristojni ljudi uzmu ruke, stvari u svoje ruke. Tako da, kako smo se okupili oko tog cilja, to stvarno nameravamo i da sprovedemo. Znači, u tome nećemo biti amateri i jako smo ozbiljni u tome. Mi u Zrenjaninu smo ostvarili jedan značajan rezultat. Na lokalu smo dobili, znači, prošlo su nam 5 odbornika. Naši ljudi na listi su pojedinci koji su kompletno ostvareni u životu i u karijerama svojim. Tako da, niko u ovu priču nije ušao radi ličnih nekih interesa ili koristi, već smo shvatili da je krajnje vreme da pristojni ljudi uzmu stvar u svoje ruke i da se borimo protiv korupcije koja nam uništava ovu zemlju. A nagybecskereki választások legnagyobb vesztesei a demokraták, akik épp hogy csak átlépték a küszöböt, és az eddigi 15 mandátum helyett 4-et szereztek. De mint hangoztatják, a létszám helyett a szakmaiságot kell előnyben részesíteni. Samo timovi stručnih, kompetentnih, jakih ljudi dokazanih u svojoj sredini, bez obzira na partijsku pripadnost, mogu da doprinesu koraku napred. Naravno da smo mi ti koji ćemo nastojati da izgradimo mostove i pružiti ruke pre svega strankama koje dele našu sudbinu, a u onom profesionalnom stručnom smislu se stavljamo na raspolaganje apsolutno svima, ne u lokalnom parlamentu samo, nego na nivou cele naše sredine.
A VSZL-nek is csak nem megfeleződött a támogatottsága, 7 képviselőik lesz a helyi parlamentben. Alexander Márton, a párt városi szervezetének elnöke szerint a nagybecskerekiek úgy szavaztak, mintha legalábbis úgy élnének, mint Svájcban. Ićemo nastaviti naše delovanje u gradskom parlamentu koje takođe mnogo slabije nego pre 4-5 godina. Ja se iskreno nadam da kao što smo i u kampanji govorili da ćemo mi pokušati iz skupštinske klupe da učinimo sve da parlament bude snažan, da ne bude više samo glasačka mašinerija, nego da on zaista postane na mjesto na kom se kreira konsenzus za grad Zrenjanin. Ako stvari budu funkcionisale onako kako su funkcionisale do sada, bit će jako loše za grad Zrenjanin i bojim se da će se nastaviti propadanje grada Zrenjanina. A haladók bejelentették, hogy a következő 10 napban megtartja alakuló ülését az új összetételű városi képviselőtestület. Szerbiában egyre kevesebb pénz jut élelemre. Szinte minden élelmiszer fogyasztása zuhanó tendenciát mutat, de a hús és a tejtermékekből vásároljuk a legkevesebbet. A sok éves átlagot összehasonlítva a tavalyi évvel kitűnik, hogy már gyümölcsre, zöldségre is kevesebbet költünk, ugyanakkor kenyérből és péksüteményekből több fogy. A legnehezebb a nyugdíjat beosztani, hiszen a mindennapi betevő mellett még az egyéb költségekre is gondolni kell. 19 ezer dinár nyugdíjamban, házbért fizetek 80 eurót, és abból, ami a villany, meg a víz, meg a stb. Élelemre nem sok marad. Mennyi marad az élelemre, mennyit tud költeni? 2000 dinárt. Ebből tartok ki 2 hétig. Tehát akkor gyakorlatilag egy hónap alatt 4000 dinárt költ élelemre? Igen, annyi az egész. Az első fél nyugdíjat, mikor megkapom, akkor mindent kifizetek, a második fél nyugdíjból akkor beszoktam vásárolni úgy 4500-5000 dinári kis húsikát, zsírt, olajat, cukrot, amire szükségem van. Könnyebb helyzetben a falusiak, mert ők meg tudják termelni az asztalra valót. Falun nem úgy esik az, mint a városban, aki minden nap vesz valamit. Mink ugye nem vásárolunk úgy, mert megtermeljük a mi föntartásunkat. A tavalyi statisztikai adatokból kiderül, hogy a korábbi évekhez viszonyítva több baromfihúst fogyasztunk, mivel az olcsóbb. A piaci árusok azt tapasztalják, hogy sokan a húst gyümölcsre váltották. Nagyon sok ember van, aki már mondja is, hogy gyümölcsöt eszik, húst meg már nem. Úgy látszik, hogy átérnek egy kicsit jobban a gyümölcsre. A hús jelentős fehérje forrás. Ha megvonjuk szervezetünktől, hiányállapot alakul ki. A hús elsősorban fehérje forrásnak számít, és mint fehérje forrás a szervezetünknek nagyon-nagyon fontos szükséglete ez. Fontos a napi bevitel. Ez persze kortól és nemtől függően változik, de legtöbb fehérjére a gyermekeknek, illetve időskorban van szükség, hiszen akkor jobban leépül, és illetve vannak még olyan életszakaszok vagy életkörülmények, amikor jobban szükség van a fehérjékre, ilyen a terhesség, szoptatás időszaka is például. Azt gondolnánk, hogy ha már lemondunk a húsfogyasztásról, akkor a drága halról mondunk le. Én most már 10 éve itt vagyok a halasboltban, és úgy érzem, hogy egyre többször vásárolnak, vannak visszajáró kuncsaftjaink, és vannak újak is, akiket az utóbbi időben egyre többet látok itt a halasbolt környékén. Én a rendes folyami halat szeretem. Csirkehús, disznóhús szokott-e fogyasztani? Disznóhúst ritkán, mivel a férjemnek magas vérnyomása van, de csirkét az sűrűn veszek. Minden vasárnap csirkét eszünk. A halat az egészségük miatt veszik, vagy csupán azért, mert szeretik? A férjemnek a vérnyomás csökkentés miatt, mert ajánlják a halevést, hús helyett, de én szeretem a halat.
Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakmérnök szerint a fogyasztási szokások évről évre változnak, és a fogyasztók egyre jobban árérzékenyek. Amit javasolni tudok, hogyha a vásárlási listával érkezünk akár a zöldségpiacra, akár a kisboltba, akár az áruházláncban, akkor kontrollat tudjuk tartani a költségeinket, és céltudatosan azokat a termékeket tudjuk megvásárolni, amire szükségünk van. A tavalyi évben Szerbiában az egyfőre jutó húsfogyasztás 39 kg volt, ami messze elmaradt az uniós országokétól, ahol 2015-ben átlagban 65 kg húst fogyasztottak. Szerbiában a polgárok egyre kevesebbet költenek húsra. A frizsiderekbe már csak az alapélelmiszerek kerülnek be, vagy még azok sem. Az egészséges életmódra gondolni sem merünk. A legtöbbet kenyérre költünk. Ez volt már a közügyek, holnap már a szokásos időpontban 18:05-től várom Önöket. További szép estét!